Négy nyelven, szászul, németül, románul és magyarul tüntetik fel Besztelce városának történelmi megnevezéseit az óvárosban. A határozattervezetet a város egyetlen RMDSZ-es tanácsosa kezdeményezte még januárban, végül áprilisban került a tanácsosok elé, és az illetékes szakbizottság nagy többséggel jóvá is hagyta. Egyedi megoldást talált Besztelce városában a többnyelvűsítésre a Romániai Magyar Demokrata Szövetség városi szervezete. A januárban benyújtott határozattervezettel kezdeményezték, hogy négy nyelven tüntessék fel a város történelmi megnevezéseit. Az áprilisban elfogadott eredeti elképzelés az volt, hogy ezeket a táblákat a település bejárataihoz helyezik el, de az államfő magyar ellenes nyilatkozata keltette közhangulatban, a testület szociáldemokrata tagjai kihátráltak a kezdeményezés mögül. Végül az egyetlen magyar RMDSZ-es tanácsosnak sikerült elérnie, hogy ugyan más helyre, de mégis kikerüljenek ezek a táblák. A három másik főutcájának a végében állt egy-egy kapu, a Magyar utca végében, a Fa kapu a Fa utca végében, és a Kórház kapu a Kórház utca végében. És akkor az elgondolás az lett, hogy a kapuk helyébe tegyük ki, természetesen turisztikai szempontból gondoltuk, és éppen ezért a kinézete is úgy lesz, hogy barna alapon fehér vettük el feltüntetve azt, hogy Nősza, Bisztrica, Bisztric, Besztelce. Hozzátette, a határozattervezet célja az volt, hogy kiemeljék a Nőza, a város szász neve mellett azt a három másik nevet is, amelyeket a történelem során viselt még a város. Az észak-erdélyi szászok egykori központjának számító Besztercén a lakosság alig több mint 6% a magyar, de a német nemzetiségűek ma már csak néhány százan élnek a városban.